Na azt találtam ki, hogy fölrakjátok a tetőre a napelemeket, mert ott van hely, és így a ház forogjon arra, amerre a nap van. Ha? Az megy, nem? Az kell nekem, az a napos. Az a napos. De nincsen éjszakai órám. Mihány kiló? Mit érdekel téged, hogy nekem hány kiló aranyom van itthon-e? Ja, hogy azt ahhoz én nem értek. Ja, hogy merre néz a ház? Aha, oké. Okay. Csücsödi falva, Bükkös utca 2. Na most jó? Micsoda? Látod a házamat? Honnan? De gyors vagy, geci. Ebből én semmit nem értek. Tudom én, hogy mire van szükségem, mondom neked, jó? Kell nekem a tetőre 20 darab panel. Mindegy milyen, bazd meg, 20 darab legyen, mert a Józsinak a szomszédban 18 van. Gondolom ez nem megy éjszakai óráról. Figyelj ide! Vagy Nike, vagy Adidas. Meg van ez a Louis Vuitton. Az jöhet még. Tehát, hogy messziről ránéznek, akkor látszódjon rajta, hogy ez iPhone. Meg tudod csinálni, hogy az almában mind a két oldalról bele legyen harapva? Nekem, hogy a Mercedesnek vettem egy Teslát. Nem autó. A jányomat hívják úgy, Mercedes. Mégse járhat gyalogoviba, szegény gyerek. Addig nem tudtok fölrakni ilyen izéket, ilyet a fekete lapokat, meg mit tudom én, aztán majd leveszitek, amikor megjön a rendes, kész. Esetleg szeretnél többet tudni a napelemes rendszerekről, amelyek hálózat függetlenül az elektromos áramszolgáltató nélkül működnek, és még engedélyezési eljárás sem kell hozzá, akkor kövesd be a csatornámat, figyeld a videóimat, és lájkold Szaldó Gyuri videóit. Köszi! Te, Jani, figyelj ide! Ez a jövő, hallod? Kitaláltam! Jövő héten leszerződünk a BKV-val, azt mindent megkapunk, hallod? Napelemes metró, hát persze, mi más?